kiszakadt, hogy nem baj? Vagy visszamegy. És ez miért jó? Angol fajta. Angol fajta. És nagyon jó a levese, nagyon nő. Uh-huh. Na, nagyon jó tojik. Látjátok, hogy nem olyan formája van, mint a rendes tyúknak. Igen, ugye a farka olyan. Ilyen kis kerek. Uh-huh. Nem, mint a kiwi. Uh-huh. Kiwi. Kiwi madár. De ezek még új. Ezek? Vagy kék, vagy fiatalok. Két hete jöttek ide. Két hete most a mérnek. Uh-huh. Batonyán kezdett egy csaj. Akkor én megláttam az anyjukat. És azok az apjukat. Öregek, azok a, akinek már van tarka, barka, tolla? Igen, a nagyok. Uh-huh. Nem sokan vannak, négyen maradtak. Sőt, most már csak hárman vannak. És te vágod? Hát én. Ki más? Tényleg? Finom faeper. Jó ízű. És hogyha van kedvetek, akkor ihatunk faeper pálinkát. Kiváló faeper pálinkát. Sőt, kiváló szőlő pálinkám van. Törköly? Nem. Szőlő. Ide valami, vele. Nem tudom, mit? Megkóstoljuk. Valami bordói, nem tudom mi. Mondta ezért a akitől kaptam. Mert az pont egy pálinka főzőstől kaptam. Aki a délbékési pálinkát. Dombegyháza. Oh. A városnapon kóstolgattuk a dolgokat. Uh-huh. De jó. Istenem. Na, ide lerakjuk szépen. Ölni. Hozom mindenféle dolgokat. Akkor sütünk. Jó. Jó? Jó. Sütőj a fűtőt. Szépen, kényelmesen. Fel lehet avatni a székeket. Sőt, még durvábbat csinálok. Mindjárt. Akartam venni. Bele volt írva a Tesco újságban, hogy lehet kapni a hinta ágyat 18 000 forintért. Igen. És én akartam venni olyat, és én most azért mentem a Tesco-ba. Megveszem a hinta ágyat, és egy darab nem volt, szerintem ki se raktak. Hát szerintem nem tudom. Sokban volt, mint láttunk. Hol? Sokban. Igen? Nem tudom. Lehet, hogy a Csabaiba van, majd el tudok menni Csabára is.